307 cc-t fogjuk posztalanítani. A szívótorkot a tulajdonos elmondása szerint erőtlen az autó, rángat. Ő már volt vele a Magna Service-től kezdve diagnosztikai specialistánál. Cseréltek rajta kettős tömegű rendkereket, gyertyákat, gyertyapipákat, nagyomású szivattyút. Nem jött helyre az autó, hibakód nincs benne. Meglátjuk, hogy mit találunk a szívótorokba, hát ha vissza tudjuk hozni a 151-2 lóerőt. A kezdeti előkészületek után az intercooler csövek és a katalizátor csatlakozását oldom szét. Majd a motor alsó felfüggesztését is meglazítom. Mivel a szívótorok a motor hátsó részén a szélvédő alatt helyezkedik el, az egész motort előre kell húzatni a megfelelő hozzáférés érdekében. Ehhez az első motortartóbak leszerelését követően egy csúszóbakot használok, így körülbelül plusz 15 cm-rel több helyem lesz hátul. Egyes típusoknál lehetőség van az előzetes endoszkópos ellenőrzésre a kiszerelt MAP-szenzor furatán keresztül, de ebben az esetben ez nem járható út. A szívótorok leszerelése után már láthatóak a lerakódások, amik a beömlő keresztmetszet szűkülését okozzák. A tapasztalatok alapján közvetlen befecskendezéses benzinmotoroknál 40-60 ezer kilométer után fokozatosan alakul ki ez a jellegű koxosodás. Először észrevétlen, később motor teljesítmény csökkenést, gyorsulás problémákat és fogyasztás növekedést okoz. Mindenképpen javasolt időnként egy-egy ellenőrzés beiktatása. Ami nagyon fontos, hogy az egyes hengerekhez tartozó csatornák tisztítása csak is zárt szívószelepek mellett történik. Így elkerülhető a szóróanyag égéstérbe jutása. Hozzáteszem, hogy az általam használt anyag növényi alapú és a gyulladáspontja 200 fok körüli. Tehát a minimális mennyiség be is jut a hengerbe, egy-két munkaütem alatt elég az égéstérben. Közben már látható a megtisztított beömlő szakasz, amiről 100%-ban sikerült eltávolítani a lerakódást. Itt el kell mondani, hogy ezek a szénalapú lerakódások benzines motor esetén olyan kemények, hogy az acélkaparó lesiklik a felületéről. Tehát senki se gondolja, hogy a mindenhol reklámozott szívótoroktisztító gáz és spray alapú megoldások 20-30 perc alatt bármiféle megoldást jelentenének a problémára. A művelet minden hengernél el lett végezve,
láthatóak a szívószelepek. A tulajdonos elmondása szerint az utóbbi két hónap során több mint 2000 eurót költött a különféle javításokra és alkatrészcserékre, eredménytelenül. Ennél az autónál a mi beavatkozásunk egy munkanapot vett igénybe, és a próbaút során örömmel tapasztaltuk, hogy visszaállt az eredeti motorteljesítmény, megszűnt a gyorsításkori rángatás, és az alapjárat is egyenletessé vált. Újból érezhető lett a 156 lóerő. Köszönöm szépen a figyelmet!